Azok az óvodás csoportok vettek részt az eseményen, melyek az elmúlt néhány hónapban bekapcsolódtak a programba. Kuti Erika rendőrőrnagy minden résztvevő csoporthoz háromszor látogatott el. Egy-egy foglalkozást tartottunk a csoportokban, először az idegenekkel kapcsolatos szabályokról, a következő alkalommal a közlekedési szabályokról, és végül a játszótéri, otthoni sportbalesetek megelőzési lehetőségeiről. Erika munkáját ezen a délelőttön a társszervek képviselői segítették, így kivonultak a tűzoltók, a mentősök, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai is. A gyermekjóléti szolgálat asztalánál zsebizászlót készítettek, a védőnővel pedig a tisztálkodási szabályokról beszélgettek. Évek óta fontos feladatot lát el a városban ez a program, mely a rendőrség és az óvoda pedagógusok szoros és hatékony együttműködését is példázza. Talán ennek is köszönhető, hogy viszonylag kevés kiskörösön a gyermeksérüléssel járó baleset. Jóval gyakoribbak az otthon vagy a játszótéren elszenvedett sérülések. Fontos feladata a Zsebi projektnek a bűnmegelőzés is. Ők teljes mértékben úgy vélik, hogy a postás, a különböző számlaleolvasók, ők ismerősök. És ugye ezt elmondjuk, hogy való igaz, hogy esetleg nap mint nap találkozunk velük, vagy bárki, akivel az utcán nap mint nap találkozunk és köszönünk nekik, attól nem válik az ismerősünké. Tehát a túlzott bizalom, a túlzott nyitottság, ami egyébként a korosztályra nyilvánvalóan jellemző, az azért, hát ezt nyilván óvatosságra kell inteni a gyerekeket. A programban idén mintegy 100-120 gyermek vett részt, akik a záró rendezvényen kipróbálhatták a tűzoltó és a rendőrautót, valamint a rendőrmotort is, és megismerkedhettek a rendvédelmi szervek, tűzoltók, mentősök által használt eszközökkel is.